Sziasztok! Nagy Solymosi Gábor vagyok, zeneszerző. Azt hiszem, öreg diáknak mondhatom magam, hiszen a Budapest Filmakadémia egyik induló osztályába jártam. Vágó operatőr hangmérnök szakra jelentkeztem, ezen belül ha a hangmérnöki kurzus volt számomra a legmeghatározóbb. Az iskolától sokoldalú oktatást kaptunk, betekintést nyerhettünk zörejfelvételekre, hangutó munkák keverésébe. És olyan remek szakemberektől tanulhattam, mint Mac Ruth, Lukács Ferenc és Kreiner Tamás. A filmes szakmát főleg a gyakorlatban lehet elsajátítani, és erre ebben az iskolában az első pillanattól fogva volt lehetőség. Diákként részt vettünk a kisfilmek forgatásában és az utómunkákban, így mindegyik terület működését megismerhettük. Nekem pedig később lehetőségem volt arra, hogy az akadémia által létrehozott filmekhez zenét is komponáljak. Az iskola alapítója, Hódi Jenő, több izgalmas feladattal keresett meg, és ha jól számolom, már közel 25 sikeres együttműködést tudhatunk magunk mögött. Több műfajban próbálhattam ki magam, és a filmek által olyan színészekkel hozott össze a sors, mint Rudolf Péter, Pogány Judit, Revicki Gábor, Elek Ferenc, Kálói Molnár Péter, Kamarás Iván. Rengeteg filmfesztiválon vettünk részt, hazai és nemzetközi díjaim között szép számmal szerepelnek a Budapest Filmakadémivel közösen létrehozott alkotások. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 2019-ben a chicagói Real Horror Festen a Stickman című filmért megkaptam a legjobb filmzenének járó díjat. Ezt a filmet az iskola kiváló tanulóival együtt hoztuk létre. A kurzus elvégzése óta számtalan felkérést kaptam, trélerekhez, épületvetítésekhez, reklámokhoz, színpadi produkciókhoz és animációs filmekhez készítettem zenét. Az iskola által remek kapcsolatokra tettem szert, ami rendkívül fontos a filmes szakmában. További céljaim között szerepel, hogy filmzenéimhez minél több élő nagyzenekari felvétel szülessen, és nagy játékfilmekhez egyaránt komponálhassak zenét.